Tekerték, csavarták, fonták a vállalkozó kedvűek a sajtot a teljes napokon. Gálné Kis Viktória, a Héthatár Kecskefarm háziasszonya még jó pár fortét, ötletet osztott meg az érdeklődőkkel. A sajt egészen változatos formákban került a tányérokra, frissen sütött kenyérlángosokra. A kemence körül egész délelőtt nagy volt a sürgésforgás. Reggel 4:30-kor kettem, meghalmoztam a krumplit, megfőztem, ide hoztam készen főve 5 kg krumplit, 11 kg liszt, 11 darab 5 dekás élesztő, só, víz kell a kenyeres langoliba, kemencébe. Hát több mint 100 darabot sütöttünk ki ma délelőtt. Amely pillanatok alatt el is fogyott, csak úgy, mint a kukoricakása. Az elkészült ételek nem csak finomak voltak, sokakból régi emlékeket is előcsalogattak. Amikor sütöttem a kenyáját, én is mindig először a langalit sütöttem, még a kisgyárékáimnak, hogy legyen. Burkamence, dagasztottam a kenyáját én is. Aztán utána még a kis kenyáját, az 1 óráig volt a kemencében, a nagy kenyér még 2 óráig. Akkor mindig volt friss kenyér. A teljes napok célja csak úgy, mint a csingahegyi napoké, hogy összekovácsolja Homokkomárom közösségét, valamint felkeltse a fiatalok érdeklődését a régi hagyományok, értékek iránt.